Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, ma pedig Uvent és Blue-t fogom tesztelni. A másik ilyen kiegészítős játék az Uven és Blue, a kék színű Velociraptor. Ugye Claire-t már teszteltem, bemutattam, úgyhogy jöjjenek most ők. Innen kell levágni Blue-t, itt meg hátul megkezdem ezt a műanyagot. Na, így mi? De nehéz. És ha ezt így esetleg. Hűha, hát igen, nem is olyan könnyű kiszabadítani Owent. Azaz, sikerült kiszedni Owent, leültetem ide. Tök jó pofa, mert rajta van a kezén ez a Velociraptor védő. Vastagabb, bőrszerű, cuccos. Ó, és még itt van Blue, akinek a lábát egy dolog visszatartotta. Na, Blue a kék színű, kifejezetten intelligens és együttműködésre alkalmas dinoszaurusz, azon belül is Velociraptor. Ugye kicsit megtévesztő, de a Jurassic World világában őket nagyobbnak ábrázolják, mint aminek két és akár három méteresek is lehetnek, holott a valóságban egyébként ilyen 50-60-70 cm magasak voltak, és hát szóval kisebbek. Ez a dinoszaurusz, ha jól tudom, akkor tud ugrani, azaz így, következőképpen, így, figyelj, na, akkor ezt most még egyszer nekifutunk ennek. Így ugrik. Jó, hát a leírás alapján, ami itt van a csomagolás hátulján. Aha, én csináltam rosszul, ezt így kell csinálni. Lenyomom Blue-t, és hopizik, ugrik. Ó, még azt is mondom, hogy egyébként talpra érkezett. Majdnem. És akkor ezzel lehet játszani. Hát ez tök jó pofa. Na hát ő, Blue ennyivel is többet tud, mint a múltkori. Hol is van? Á, itt van fajtása. Á, egy hagyományos, sima Velociraptor. Mert Blue tud ugrani, és mondjuk rá tud ugrani a másikra, míg ez a múltkori hagyományos Velociraptor nem annyira. Neki is kinyílik a szája, ha jól láttam. Így van, tehát ők például tudnak egymással küzdeni. Ha érdekel titeket, hogy honnan lehet beszerezni ezeket a játékokat, akkor a leírásban mindenképpen megtaláljátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok Facebookon és kövessetek be Instagramon is. Sziasztok! Skacok, ha érdekelnek még titeket dínos vagy más játékos játékvideók, akkor keressétek itt a csatornámon, jobbra, balra, mellettem, körülöttem. Hogy a műanyag ne sértse meg az ember szeme környékét, és ott van persze ez a állati rész, és amikor beszélek, akkor pedig... Na jó, mindegy, szerintem vicces volt.